Reggeli Monitor. Mi most a helyzet az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban? Ugye mikor beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy a legfrissebb információk azok, hogy ugye újabb rakétatámadások történtek. Mind Oroszországon, mind Ukrajnában ez az ünnepi hét, ugye kicsit másképp ünneplik a karácsonyi újévi eseményeket, ez a szilveszteri újévi hét a legfontosabb az ünnepek szempontjából, tehát egész héten lényegében munkaszüneti napok vannak Ukrajnában is, Oroszországban is, de ennek ellenére harcok nem álltak le, pont ellenkezőleg rakétacsapások vannak mindkét oldalon. Oroszország most a 5 nap alatt harmadszor intézett komoly rakétacsapásokat ukrán területekkel szemben. December 29-én volt az első alkalom, amikor több mint 100 rakétát lőttek ki ukrán célpontokra. Azt gondolom, hogy annak a támadásnak elsősorban egy ilyen megfélemlítés célja volt, terror akció jellegű, az ünnepek előtt két nappal megtámadni a legnagyobb ukrán városokat, konkrét katonai célpontokról nem tudunk, biztosan voltak azok is, de egyértelműen megfélemlítésről volt szó, és erre volt egy ukrán válasz, ami azt gondolom, hogy nem volt teljesen jó, vagy jó kidolgozott. Az orosz Belgorod várost támadták meg ugyancsak rakétákkal. 29 halottja volt az orosz oldalon ennek a támadásnak, és az orosz döntéshozók is megszólaltak, és az előző napokban pedig két rakétacsapás Oroszország irányából egy ilyen bosszú hadjárat jelleget öltött, és ugyancsak ukrán területeket támadtak rakéták. Tehát nem látszik a stratégiai cél egyik támadás mögött sem. Nem látszik az, hogy jól megszervezetten valamilyen konkrét célpontokat, mondjuk kritikus infrastruktúrát támadtak volna. Az egyiknek megfélemlítés, a másiknak pedig egyfajta bosszú vagy válaszreakció volt a lényeg, de mindez ugye az ünnepi időszakban történt, tehát nagyon komoly problémákat okoz Ukrajnában, és nyilván Oroszországban is minden erről szól a belgorodi támadás miatt. Több ország megerősítette Ukrajna támogatását, így ugye Kanada újabb rakétarendszereket ad át, Norvégia könnyítette meg a fegyverexportját, illetve Finnország is támogatja Kijevet, és maga az ukrán elnök is lenyilatkozta azt, hogy elsősorban arra fognak törekedni ebben az évben, hogy a saját fegyvergyártó kapacitásukat azt növeljék, illetve aktivizálják. Mi várható ezekkel kapcsolatban ebben az évben? Én azt gondolom, hogy nyugati támogatás folytatódni fog Ukrajna irányába. Tudom, hogy a mainstream hírek nem feltétlenül erről szólnak, a sajtó szereti felnagyítani azokat az eseményeket, amelyek negatív irányba hatnak, és a fronton való kudarc, ugye az ukrán ellentámadásnak a sikertelensége, az valóban felerősítette ezeket a beszédeket, hogy bizonyos nyugati partnerek elégedetlenek az ukrán katonai teljesítménnyel, és ugye elgondolkodtak, hogy támogassák-e Kijevet továbbra is, de a célok nem változtak, már pedig ugye a cél az, hogy megakadályozni Oroszországot, hogy katonai erővel jusson területhez, hogy átszabja az európai határokat, főleg úgy, hogy Európában bizonyos országok nagyon is komoly fenyegetést éreznek, balti országok, skandináv országok, Lengyelország nagyon komoly fenyegetést éreznek Oroszországtól, tehát ez a lobby erő a támogatására továbbra is meg fog maradni. Németország például a tavaly évben Európában a legfontosabb ukrán támogatóvá vált. Korábban Nagy-Britanniáé volt ez a szerep, Nagy-Britannia, Lengyelország a tavalyi év támogatása alapján több mint 20 milliárd eurót küldtek Ukrajnának, tehát Németország vált a legfontosabb támogatóvá, és úgy tűnik, hogy abban a helyzetben, amikor az amerikai kongresszus nem tud még döntést hozni a következő ukrán támogatásról, más országok megpróbálnak ebben jobban beleállni és biztosítani Ukrajnát a támogatásukra. Ugye ön is említette skandináv országokat, vagy Kanadát. Ez a fajta támogatás, az erről szóló nyilatkozatok az elmúlt hetekben folyamatosan jelen voltak. És azt gondolom, hogy az Egyesült Államok is meg fogja szavazni ezt a csomagot, ez csak időkérdése. A következő hetekben erről fogunk hallani, és ha megszavazzák, akkor a hírek ellenére, hogy csökkenne a támogatás, ez azt fogja jelenteni, hogy ez lesz a legnagyobb amerikai csomag Ukrajna számára. Az első évben, a háború első évében mintegy 43-44 milliárd dollárra támogatták, ugye fegyverek formájában, tehát ezek nem fix források, hanem fegyverek formájában támogatták Ukrajnát. A tavalyi év, hogyha mérleget vonunk, nagyjából 48-50 milliárd dollár környékén fog megállni az Egyesült Államok részéről, és ha elfogadják
elfogadják ezt az új csomagot, ami hetek óta napirenden van, akkor 61 milliárd dollár lenne a 2024-es évre szánt támogatás, tehát ebből is látszik, hogy a támogatások mértéke növekvő, nem pedig csökkenő.